Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőit. Mai örömhírünk alkalmával Máté evangéliumának a 9. részének 9-től 13. verséig olvasom fel Máté megtérésének a történetét. És mikor Jézus Krisztus onnan továbbment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek a neve Máté volt, és ezt mondta neki, kövess engem, és az felkelt, és követte őt. És lett, amikor ő letelepedett a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, ezt mondták az ő tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván, ezt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig, tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ez a rövid kis történet, ez egy személyes bizonyságnak a leírása. Máté, aki ezeket lejegyezte, ott volt, átélte, sőt, konkrétan vele történtek meg ezek az események. Azt látjuk, hogy Máté, a vámszedő, világi viszonylatban egy sikeres, jómódú, áldott életű ember volt. Bár bűnös vámszedő barátai voltak, olyan kapcsolatai voltak, amelyek nem mindenki számára voltak úgymond optimálisak, de mégis mindene megvolt, amit világi viszonylatban akarhatott az ember. És én azt látom, hogy a mai életben az emberek leginkább ezt akarják. Vágynak arra, hogy sikeres, gazdag, áldott, boldog életük legyen, és ezért nagyon sok mindent képesek megtenni. Hajlandóak sokszor a családi kapcsolataikat, szeretteiket is beáldozni ennek az oltárán. Nem tudom Mátinak milyen lehetett a családi háttere, de azt látom, hogy vámszedőkkel, bűnösökkel és hasonló környezetű emberekkel vette körül magát, és nem volt egyszerű az élete, nem volt boldog az ő élete, bár anyagilag sikeres volt, mégis valami hiányzott az életéből. Azt látjuk, hogy a környezete megvetette őt, úgymond keresztény emberek, bár akkor még nem volt kereszténység, de a vallásos emberek azok lenézték vámszedőt, lenézték a munkássága miatt, lenézték a viselkedése miatt, lenézték a barátai miatt is, nem tudta pénzen megvenni ezeknek az embereknek a megbecsülését, szeretetét, ez biztos, hogy bántotta őt. De viszont azt látjuk, hogy volt valaki, aki túl tudott látni a felszínen. Jézus Krisztus, amikor ránézett erre a Mátéra, akkor nem a bűnös vámszedőt látta, hanem azt látta, hogy Istennek valami egészen más terve van ezzel az emberrel. És annyira jó, hogy amikor Isten ránk néz, akkor nem a külsőt látja, amit akár a szülőnk, munkatársaink, vagy akár egész mások néznek, hanem látja azt, hogy mi van a szívünkben, látja azt, hogy mi a szívünknek a legfőbb vágya, és esetleg mi még saját magunk sem tudjuk, hogy mire rendelt bennünket a jó Isten. Ő viszont tudja, hogy mi az, ami boldoggá, elégedetté tud bennünket tenni. Az a szívem vágya, hogy ahogy Máté megtapasztalta az Úr Jézusnak a szeretetét, mi is tudjuk megtapasztalni, és tudjunk a helyünkre kerülni. Mert amikor valaki Jézussal találkozik, és Jézus azt mondja neki, hogy kövess engem, akkor van egy lehetőségünk, hogy kövessük őt. A mai világban az emberek azt gondolják, hogy mindennek nagyon nagy ára van, mindennek meg kell fizetni az árát, és ez valóban így van, de az igazán nagy ajándékok azok készpénzben nem kifejezhetők. Istennek a szeretete, Istennek az áldozata nem lehet pénzre váltani. Nem lehet megmondani, hogy ez ennyibe és annyiba került, hanem minden értéken felül haladó az, ahogy Isten szeret bennünket, ahogy ő gondoskodik rólunk, ahogy megáldja az életünket. És azt látom, hogy ez a Máté, bár sok hibát követette az életében, de itt egy nagyon jó dolgot tett, engedelmeskedett Jézusnak. És azt gondolom, hogy számunkra is a legnagyobb ajándék, a legnagyobb bölcsesség, ha egyszerűen engedelmesek vagyunk, amikor Jézus szól hozzánk, és elhív bennünket valamilyen szolgálatra. Azt olvassuk a Bibliában, Márk evangéliumában is, a 3. részben például, hogy Jézus arra hívta a tanítványait elsősorban, hogy vele legyenek. És én hiszem azt, hogy Isten bennünket is elsősorban közösségre hívott el. Közösségi embereknek teremtett meg bennünket. Azt olvassuk a Teremtés könyvének az elején is, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Isten szerzett segítőtársat, ráadásul hozzáillőt is. Így lett Ádám és Éva egy testé. Isten a házasságot is nem pusztán szórakozás, vagy éppen szivatás céljából hozta létre, hanem azért, hogy az emberek boldogok tudjanak lenni, hogy ketten tudjanak egyé válni, hogy ketten tudják megélni a közösséget egymással, azt az igazi szeretett kapcsolatot, amire Isten teremtett bennünket. És hiszem, hogyha ez működik kis közösségekben, akár egy férj és egy nő között, ez tud nagyobb közösségben is működni.
akár egy munkatársi kollektíva, akár egy gyülekezet tudja megélni a szeretetteljes közösséget, ahol nem furkálják egymást az emberek, hanem szeretik egymást. Jézus erre hívott el, kövessük őt, erre hívott el, hogy közösségben legyünk vele, és nem kell más tennünk, mint engedelmesen igen mondani, amikor ő hív. Amen.